Kedves nézőim! Az olcsó sertéshús akció ezzel befejeződött. Holnaptól ismét a januári magasabb árakon árusítanak. Halló, Hentes? Itt Jockey Ewing. Abból az olcsó disznóhúsból kellene. Hogy elfogyott? Biztos van magának félretéve. Nézze, csak egy kis fejhús kellene. Ilyenkor a hónap végén már kifutunk a pénzből. Tudja, hogy van ez? Nem. Akkor minek hirdetik, hogy így olcsó, meg úgy olcsó a hús? Kérem szépen! Ne könyörögj, Jockey, ha nincs, akkor nincs. 4 órát álltam a Hentesnél sorba. Szerencsére kaptam egy kis disznókörmöt. Csinálok belőle pörköltet. Utálom a körömpörköltet. Ne is alászkodj meg, fiam. Az én bűnöm. Mindenről én töltek. Ne vádold magad, Samantha. Miért lenne a te bűnöd? A Hentes adott volna pacalt, ha egy kicsit kedves vagyok hozzá. A gyalázatos disznó. Mit válaszoltál neki? Megmondtam, hogy ilyen áron nem kell a pacalja. Büszke vagyok rád, Samantha. Mondtam, hogy adjon inkább piát. Tudtam, hogy nem lesz jó vége. Elájult. Biztos az alaksori kocsmában kapta a piát attól a rozsomáktól. Ó, a mentő. Hol marad a mentő? Látod, fiam, tragédia lett a húshiányból. Pedig én leértem volna tízdek a parizerrel is. Van ennél nagyobb baj is, apám. A magyarok csinálnak egy új tévésorozatot, az a címe, hogy Família. Nekünk végünk, mert a miénknél is nagyobb családról szól. Melyik családról? Az Antal családról. Ez egyszerűen, egyszer is mindenkor a hostobaság.